Város 17. kerület Rákosmentei önkormányzata nevében köszöntöm Önöket önkormányzatunk díjátadási ünnepségén. Ünnepségünket a Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj átadásával nyitjuk meg. Ezt követi a Rákosmente közbiztonságáért emlékérem, majd a Rákoskeresztúrért díj átadása. Végül a Rákosmente díszpolgára kitüntető cím adományozására kerül sor. Hölgyeim és uraim, immár 17. alkalommal kerül sor az önkormányzat képviselőtestülete által 1996-ban alapított Rákosmente díszpolgára cím átadására. A Rákosmente díszpolgára kitüntető cím alapításával és adományozásával a képviselőtestület kifejezi a kerület elismerését azon polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal és munkásságukkal hozzájárultak a kerület szellemi és anyagi gyarapodásához. Budapest főváros 17. kerület Rákosmente önkormányzatának képviselőtestülete június 20-án megtartott ülésén úgy döntött, hogy a 2013. évben a Rákosmente díszpolgára címet Bartal Lajos énektanár karvezetőnek, a Balassi Bálint 8 év folyamos gimnázium igazgató helyettesének adományozza, Rákosmente kulturális és zenei életében betöltött kiemelkedő szerepéért. Bartal Lajos 1963 óta tevékenykedik a pedagógusi pályán, 1969 óta tanít ének magyar szakos tanárként a Balassi Bálint 8 év folyamos gimnáziumban, korábbi nevén Fürst Sándor gimnáziumban. A kezdetektől fogva szívén viselte az iskola sorsát. Mindig mindenben a minőségre törekedett, továbbá arra, hogy valódi értéket közvetítsen. Így álmodta meg egy kórus létrejöttét, amely ma már világhírű. A vegyes karba jelentkezőknek kemény rostán kellett átmenniük annak érdekében, hogy az énekkar tagjai lehessenek. Hamar kiváltságnak, rangnak számított az, ha valaki megfelelt a felvételén. A kórus olyan szépen indult, hogy a létező összes versenyt megnyerte, és lehetőségeihez mérten előbb Európában, majd az összes kontinensen ismerté vált. Bartal Lajos tanárként és emberként egyaránt sokat tett a kerületért, az iskoláért, az oktatásért, a diákokért és a szülőkért. Fiatalságát itt a kerületben töltötte, a család jó része most is itt lakik. Az, hogy a kórus messzi földre elvitte a Balassi Bálint gimnázium, ezzel együtt Rákosmente jó hírnevét, többnyire neki köszönhető, valamint a keze alól kikerült olyan tehetségeknek, mint Bokor Jutta, Varga László, Gál Csaba, Péter Cecília a teljesség igénye nélkül. Korábbi kitüntetései 2001-ben Rákoskeresztúrért díj, 2008-ban életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért, 2013-ban a pedagógus nap alkalmából Balogh Zoltán minisztertől vette át az Eötvös József díjat. Kérem Önöket, hogy most tekintsenek meg a díjazottról egy projektoros bejátszást.
Tóth Árpád, amikor visszament a Volt gimnáziumába és köszöntötte a tanárait, falak között megrendültem. Gondolkodott, hogy mit is akartál mondani, és semmi nem jutott eszébe. Csak egy szó, hogy köszönöm. Pedig ő igazából a szavak nagymestere volt, és én is hagyd mondjam azt, hogy nagyon köszönöm, jegyzőasszony, polgármester úr, a polgármesterek és a képviselőtestület mindenki rám gondoltak. 44 évvel ezelőtt, amikor a gimnáziumba beléptem, volt diákként, remegő lábakkal, nem gondoltam, hogy ilyen sokat itt töltök, és amikor a kórussal elkezdtem a nemzetközi porondra lépni, akkor mindig éreztem a felelősségét, a súlyát annak, hogy ez feladat a kerületet úgy képviselje az iskolámat, és a diákok, akik kiállnak, szép élménnyel jelenselek haza. Mozart nevét mindenki ismeri, Wolfgang Amadeus Mozart nevét, és Mozart azt mondta egyszer, hogyha nem bíztok bennem, barátainak mondta, ha nem bíztok bennem, akkor elbizonytalanodom, és nem leszek olyan jó, mint lehetnék. Én úgy érzem, hogy Istennek hálát adhatok, hogy olyan emberekkel lettem körülvéve, akik bíztak bennem, családom, feleségem, gyermekeim, testvéreim, édesanyám, aki itt van, hála Istennek. A barátaim, a anyósomék, akiknek szintén sokat köszönhetek. Olyan közelbe kerültem, akik mindig bíztak bennem, az iskolában a kollégáim, a igazgatóim, akiknek éreztem azt, hogy a bizalmát élvezem. És ha az ember ezt megkapja a barátaitól is, nem utolsó sorban a tanítványaitól és a szüleiktől, akkor azt hiszem, hogy ember azt mondhatja, hogy sikeres ember volt. 44 év után elmondhatom, hogy hálátható mindenkinek, aki eljutott idáig. És van egy szép mondás, amit nagyon régen fedeztem fel, John Lennon mondta, a világhírű Beatles tagja, Isten azért találta ki a zenét, hogy szavak nélkül imádkozhassunk. Én hagyd mondjam el, hogy a zene szeretetével és szolgálatával én sokat imádkoztam. Talán meghallgatta az imáimat, odafönt az Isten, és segített ahhoz, hogy én itt lehessek. Köszönöm mindenkinek!